a háború 50 napja alatt 270 ezer tonna humanitárius segély érkezett Ukrajnába, jelentette ki Julia Szokolovszka, az elnöki hivatal helyettes vezetője, a Humanitárius és Szociális Ügyek Koordinációs Bizottságának munkájáról szóló beszámolójában. Szokolovszka elmondta, a háború alatti humanitárius segítségnyújtás önkéntes és állami kezdeményezésének egyesítése céljából létrehozott Spivgyi a platformra több tízezer kérelem érkezett be. Ebből eddig már több mint 48 000 dolgoztak fel. Júlia Sviridenko első miniszterelnök helyettes gazdasági miniszter arról számolt be, hogy az ország nyugati határain a lengyel, a magyar, a román, a moldovai és a szlovákiai ellenőrző pontokon létrehozott logisztikai központokba a nemzetközi partnerek temérdek adományt juttattak már el. Hozzátette, a humanitárius segítségnyújtás legnagyobb központjává Lemberg megye vált. A külföldről érkező segélyszállítmányok 51%-át itt fogadják. Az orosz invázió kezdete óta a világ minden tájáról pénzügyi felajánlások is érkeznek, melynek összértéke mára elérte a 924 millió dollárt.